Míg az egyik helyenként drámai, de leginkább lírai és végtelenül szomorú, addig a másik a humor minden nemes eszközét használva emel el bennünket ettől a témától. Eszenciája egy női sorsnak, tragikus sorsnak, egy férfinői történetnek. Éppen zajlik gyakorlatilag a szakítás, nem annak indul, de az lesz a vége. Ez egy nagyon durva helyzet. Fel voltam háborodva, hogy miért nem tesz már valamit ez a nő, miért nem küzd jobban magáért, és nagyon drámai, amikor a végén feladja. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar Magyarország egyik legkiválóbb együttese, hanem a legkiválóbb együttese. A velük való munka az első prioritás, és a legnagyobb megtiszteltetés számunkra. Egy régi harcmezőn játszódik a történet, és arról szól, hogy a férfiak kitalálják, hogy ugye háborúskodni kell, mert az élet értelme. A nők ezt már nagyon unják, és akkor kitalálják, hogy megvonják a szexet a férfiaktól, és ettől felborul az egész rend. Imádok kórussal dolgozni, de ez a kórus, ez valami egészen különleges helyet foglal el az én életemben. Rendkívül erős szempont és érv volt, hiszen akkor én ezzel a kórussal sokszor együtt dolgozhatok. Nagy kábítószer volt.